Kegyelem és békesség nekünk Istentől, Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, kezdjük el óévi Isten tiszteletünket. 90. Zsoltárunk első versét énekelvén fennállva, Te benned bíztunk elejétől fogva. Helyünkön ülve énekeljük 283. dicséretünk első és második versét, a 283. dicséret így kezdődik, az Úrnak jó volta. No.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása a Szent Háromság Istentől jöjjön, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Amen. Fohászkodjunk. Mennyei édesatyánk, jöjj, és légy segítségünk minden mi méltatlan voltunk ellenére abban, hogy az esztendő utolsó napján hallhassuk szavadat, megérthessük, és megtarthassuk ígédet a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvérek, esztendő utolsó napján esedékes áhítatunk alapigéje Lukács evangéliumával való. A második fejezetből az 42. vers eképpen. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Ez az alapigénk. Kedves testvérek, néhány nappal ezelőtt még itt a templom és a lakások kertjében tündököltek a nyári virágok, élt a muskátli és a többi, és aztán egyszer csak jött a nagy fagy, a hideg tél, és vége lett mindennek. Zordon és kietlen a kertünk. És még a hegyébe ránk telepedik így esztendő végeztével, ólomsúlyával az idő. Mintha megelevenednék Kronosz, és kísértene bennünket, lidércként folytogatna az elmúlás riadalmával. Két nagy angol költő, Shelley és Byron volt az, aki különösképpen átélte, és versbe fogta, mívelte az elmúlás gondolatát, és érdekes, hogy a balladás készségű Arany János tőlük fordított egyre másra. A mi magyar irodalmunkban Vajda János volt az elmúlás költője, akinek a szíve szenvedélyektől mentesen élt már, és mint a Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem árt se nap, se fény, peteg szívem többé nem ég, nem bántja újabb szenvedély, mondotta, és ezzel voltaképpen leírta a legsötétebb mondatot, azt, hogy vannak kiégett szívek. Én azt hiszem, ettől a kiégett szívtől, ettől óhajt bennünket megmenteni ettől az óévű búbánattól, azzal Isten szent igéje, hogy egy kisgyermeket állít elénk, mégpedig kit? A karácsony Krisztusát. És erről mondja az ige, a kisdet pedig növekedék és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel, és az Istennek kegyelme vala ő rajta. Most mindjárt óévi számadás őszinte készségével. Elmondható rólunk mindez. Elmondható-e rólunk az a gyermeki készség és adottság, amelyről bizonyságot tesz a Szentíró, amelynek az élet első jele a növekedés vonása egyik ismertetője. Az erősödés lélekben, a kiteljesedés bölcsességben, és az, hogy végig érezte egy életen át, kiskorától fogva, hogy az Isten kegyelme rajta van. Ahogyan ezt nem tudják másképpen ábrázolni festők, csak a glóriával. Hát így volt, nem így volt, döntsétek el. Ilyennek kell lennie.
Igen, mert Krisztus él és éltet, és növekvést kíván adni. Miközben az elmúlásról szóltam, meg beszél róla az egész tél, meg a hangulat, aközben az ige ezt emeli ki, ezt teszi félre, és láttatja azt, hogy a Krisztusban élő lélek nem halott, hanem él és élvén növekszik. Mert ha nem így van, akkor a karácsony, szeretteim, olyan, mintha valaki a szívébe gyertyát tett volna, amit majd elfújnak a hétköznapok. Mintha csak egy kedves mámor, egy édes álom lett volna a karácsony a maga megrázó és szükséges külsőségeivel, de a következő napok szürkesége véget vet neki. Ne így legyen. Ezért vettem ezt a textust, ezért fogunk ebben elmélyedni, hogy mit is jelent az, hogy erősödék lélekben, mit is jelent az, hogy növekedett, mit is jelent a bölcsességgel telített élet, és annak a tudatosítása, hogy mi kegyelemben töltjük a földi létünket. Nézzétek csak, a karácsonyi Krisztus, és mondjuk így, a Krisztussal esetlegesen karácsonykor igazán találkozott, és talán először találkozott lélek, Krisztusa még kicsi. Minden erősebb nála a külvilág. Olyan most még, mint a kisgyermek sohaknak a szívében. Még semmit sem tud adni, még most mindent meg kell érte tenni, hogy egyáltalán éljen. Csupa gond, csupa küzdelem. József, Mária veszik őt fel, és riadtan menekülnek vele Egyiptomba, Heródes gyilkos szándéka elől. Igen, nála erősebb a külvilág, Heródes királysága, amely ma is megvan. Igen, ennek a világnak a berendezése hatalmasabb, erősebb, mint a karácsonyi öröm. A Heródes féle hatalom kész szolgálni mindenkit, Rómát vagy mást, mindegy, csak a saját dicsősége, a saját büszkesége, a saját tartása, meg ne inogjék. Még ölni is képes érte, ha kell gyermekeket százával. Igen, a holnap gondjai körülveszik lelkünkben a kicsi Krisztust. Panaszkodása túl kiáltja. Az emberekkel való harcunk elgyengíti a figyelmünket, amelyel tartoznánk neki. És a zúgolódásunk, ó, hogy is tudunk mi zúgolódni? Nagyon eltiporja. És a lelkünk egy üres bölcső lesz, amiben nem született meg Krisztus. Ennél a kisgyermeknél erősebb vagy te magad, testvér. Te magad, a vágyaid, a lázas sóvárgásaid. És még sok mindent felsorolhatnék. Ne hidd, hogy ő megajándékoz azzal, ami anyagi életedből épp hiányzik, vagy ami lelki óhajként most nagyon messze áll tőled. József és Mária nem ezt tették, áldoztak érte. Otthontalanul ruhájukba rejtegetve mentek azon a vidéken, amit most néhányan láthattak, akik megnézték, mert helyszíni felvételek voltak a kis Jézus élettörténetéből. Tehát az első ahhoz, hogy Krisztus nőjön bennünk, hogy a karácsonyunk az óévvel ne fogjon el, hanem átíveljen egy boldog új esztendőbe, az kell, hogy áldozni tudjunk Jézusért.
erősebb legyen ő a magam érdekénél, a magam nagyra vágyásánál és oldhatatlan hiúságánál. Krisztus vagy én? Ha Krisztus, ő majd elintézi benned mindazt, amit az előbb említett három tulajdonság kísértése bajként okoz. Hát ahhoz, hogy növekedjék tehát bennem, naponta le kell győznöm magamat. Testvérek, a belső béke egy emberben az sugárzik, az olyan, mint a fény. Tessék megfigyelni azt, hogy a szemében, a magatartásában, a mozdulatában, a szavában, abban, ahogy jön, megy, abban valami sugárzó erő van egy olyan emberben, aki belül egyensúlyozott, belül békés. Évvégi számadás. Megvan ez a belső békéd? Ha nincs meg, akkor bizony satnya a bizonyságtételed Jézus Krisztusról. A lélek belső vihara előtör, ő lecsendesítette a viharokat, testvérem, csak a te lelked viharát nem tudta lecsendesíteni, miért nem? Vagy nem erre vágyol? Valami másra? Akkor nagy baj van. De ne legyen ez a nagy baj, mert ez a világ várja az Isten fiainak a megjelenését, és az Isten fiai, ahol megjelennek, békességet sugároznak, s ha nem azt sugározzák, nem az Isten fiai. Ez egy tétel, amit nem lehet vitatni. Hát hogyan valósul ez meg? Hogyan fejlődik ez ki? Hogyan telítődik ezzel az élet? Hát minden nap valamivel különb tudsz lenni a benned élő Jézus Krisztus növekedése folytán. Kevesebb lesz a haragos szó, az indulatos megjegyzés, a bántó magatartás. Légy valami ajándék a környezetedben. Vannak emberek, akiktől fél az ember találkozni, kellemetlenek. Éppen azért, mert valahogy végig viharzik egyéniségeken valami másokat is sértő nyugtalanság. Ne legyen ez ti köztetek. Legyetek ajándék, kedves szó. Krisztushoz úgy kell menni, hogy adok neki valamit. Adom magamat neki úgy, hogy tessék. Ő elfogad, amint vagyok sok bűn alatt, aztán a megváltás nagyszerű tettével az új ember kovácsa ő, most már a szó református értelmében. Itt él köztünk Krisztus. Adjak neki valamit? Hát ő réges-régen azonosította magát a környezetünkkel. Csupa Krisztus van körülötted. Add neki, amit tudsz magadból, a magadéból. Krisztus megnőtt bennem, ezt észreveszik az emberek. Megváltoztak a szavaim. Meggazdagodik a jóságom, és csodák teremnek által, mert Krisztus megnőtt az életemben. Átvett engem, vállal, ó esztendői számadás. Így, ahogy vagy, amit idehoztál, hagyd itt. Itt jó helyen van. Vidd magad másképp vissza. Úgy, hogy vállalhassa, hogy a homlokodra írhassa, ez enyém. Ja, hogy igyekezel erre, hát erre ismeretes a mondás, hogy bizony ilyen jó igyekezetekkel van a pokol tornáca kipadolva. Nem lehet mindent elintézni, kérem, azzal, hogy emberek vagyunk, és már régen megmondták,
az öreg rómaiak, hogy errare humanum, ez tévedni emberi dolog. Az tévedni emberi dolog, de a tévedést megbánni és készségesen jóvá tenni, az isteni dolog. Isten megbánta a mi bűneinket, megsajnált minket, és jóvá tette a kereszten, és akiben növekedik a Jézus Krisztus, abban növekedik ennek az áldozattételnek a tudata is. Aztán arról szól ez az alapige, hogy teljesedék bölcsességgel. Itt valaha pár évvel ezelőtt a 90. Zsoltár egyik verse alapján, hogy bölcs szívhez jussunk, íje alapján én kifejtettem nézetemet erről a szóról, hogy bölcsesség, és azt mondtam, mert nem tudok rá jobbat, hogy ez nem tudás. Én nagyon egyszerű parasztembereket láttam, akik nem tudtak írni, olvasni, és hallatlan bölcs emberek voltak. Hanem az azt jelenti, hogy az ész, a fej, a műveltség féken tartja a szív indulatait, és a hideg gondolkodást pedig átfűti a meleg, a megváltott, az új ember szíve. Na hát, amikor ez így együtt dolgozik, az a bölcsesség. Olyasmi ez, mint a, aki ismeri, mi az, a centrifugál regulátor a gőzgépen, amely arra van hivatva, hogyha nagyon elkezd pörögni gyorsan a gép, akkor a súlyok lefékezik mozdulataikkal a gőz áramlását, és ha nagyon kevés a gőz, akkor többet engednek rá. Ez a szabályozó készsége szívnek, az elmével, elmének a szívnek, ez a bölcsesség. Tessék nekem elhinni. De azt is jelenti ennek a során, hogy titkokat tudok meg. Hát egy kegyes ember, hívő református ember, akiben megnövekedett már a Krisztus, akiben érezhető a Jézus Krisztus jelenléte, nem csak a kecses szavakban és a szép fogalmazásban, hanem a valóságban is. Egy olyan emberen, az meg is látszik, az titkokat tudott meg, megtudta, hogy miért él. Azért él, mert Isten bízott minnyájunkra egy szolgálatot, és azt el kell végeznem, és ha elvégeztem, akkor nézzek széjjel, mert bízott rám újabb szolgálatokat is, és azt is el kell végeznem, amíg csak ki nem lehelem a lelkemet. Nincs úgy, hogy az életnek valahol egy pontján vége a felvonásnak, legördül a függöny, és ott áll az élet színészete, gond nélkül és foglalkoztatás nélkül. Nem. Az élet egyfajtában feladatok sorjázása. Csak hát persze, hívő szíllel és alázatos lélekkel el kell fogadni. Amint a kisgyerek Jézus elfogadta a szüleitől, Isten fiú létére, azt, amit parancsoltak neki, a ma jeles templomi alkalommal. Hát hogy volt ez tavaly? Ezt megint mindenki megnézheti, mennyit ismertél föl, és mennyit végeztél el a rád bízott szolgálatból. Testvérem, mutassuk meg, mit jelent az, hogy teljesedtünk bölcsességgel. Hát türelmesebbek leszünk a szenvedésben. Mert tudjuk, meg érezzük, hogy aki a szenvedést ránk mérte, feltétlenül fel is oldalolla. Nem volt ilyen alkalmad az elmúlt évben. Hogy nagy bajod volt mondjuk testi, vagy szeretteidnek, és egyszer csak az Isten ezt feloldotta, meggyógyított. Nagy gondod volt, nem is lehetett elmondani másnak. Ma már nem érdemes róla beszélni. Békesség a háborúságban, derű és vidalmság a gondok között. Tessék szétnézni, még lehet látni ilyen keresztény embereket, ebben a gyülekezetben is. Légy ilyen. Aki tudja, hogy miért él, vagy tudja, hogy miért szenved, annak óriási erői lesznek,
és bátran néz szembe a harcaival. Bölcsességem megnő tehát annyira, hogy végül megértem magát az életnek a végét, a halál titkát. Lelkipásztorokkal gyakorta megesik az, hallani lehet ezt, hogy jönnek hozzá hívők, akik úgy hiszegetnek, meg hisznek is, és azt mondják, hogy jó, idáig rendben van, de az örök életben nem tudok hinni. A feltámadásban nem tudok hinni. Tessék megtanítani nekem, hogyan kell hinni az örök életben. Hát testvérem, az úgy van, hogy ezt a kérdéskört, ezt nem húsvétnál kell elkezdeni tanulmányozni, hanem karácsonynál. És együtt kell nőni az evangéliummal húsvétig, és amikor már az evangélium jól megy, akkor kell elolvasni a Korintusi Levél 15. fejezetét, és egészen jól érthető lesz. Végül, testvérek, talán a legóévibb része jő ennek, amikor azt halljuk, hogy Istennek kegyelme volt ő rajta. Nem tőled, nem tőlem van, se a jó, se a rossz, nem miatt, nem magamtól vagyok jó, nem magamtól vagyok rossz. A kicsi kis kezdetleges szívdobbanásomat fölerősíti Isten kegyelme átélt megváltását. Isten kegyelmében éltünk, az elmúlt esztendőben is. Most mindenki szépen gondoljon csak mindarra, ami ebbe a fogalomkörbe esik. Nekem ezt nem kell részletezni, nem is tudnám kinek az életéhez mérni, mert nem rajtad áll és nem rajtam áll az én hitem, hanem a kiválasztó isteni kegyelmen. És azon, hogy most mi együtt vagyunk, vagy 45-en, az azt jelenti, hogy mi 45-en azért is eljöttünk egyebek között, mert átéreztük, hogy az Isten kegyelme volt velünk. És ezzel léphetünk majd át az új esztendőbe. Nem Józsefen és nem Márián múlt az a csodálatos menekülés, mint hogy nem rajtad a gyógyulás, nem rajtad a gondjaid megoldása, hanem az Isten kegyelmén. Most, amikor a világ nagy része egy baljós kockajáték izgalmai között számlálja a napjait, félthetjük gyermekeink sorsát, mely korán sem mutatkozik ígéretesnek, lehet-e nagyobb vigasszunk, édesebb bíztatásunk, mint amit alapigénk zárószavai mondanak, hogy Isten kegyelme lesz rajtunk. Ezzel a hittel megyünk át erről az Isten tiszteletről az új évbe. Boldog karácsonyi ember lehetsz, testvér, aki új esztendőbe megy át, és viszi magával, lelkében, derűjében, boldogító jó szándékában a karácsony minden áldását. Láthattad őt, tied lehetett. Védelmezd ezt a kicsiny örömet, ezt a gyermek Jézust, ezt a tiszta karácsonyt. Őrizd Krisztusodat, akit áldott születése napján. Magadba fogadhattál. Boldog lehet az életed, és vidám az érkezésed odáig, ahol már nincsen növekedés, ahol az ember Jézusból ismét Isten lesz, a Szent Háromság második személye, a fiú, aki most testet öltött és eljött a földre azért, hogy te hozzá hasonló légy, boldogulj és boldogíts a Krisztus erejével és örömével. Amen. Imádkozzunk.
Háradatos lélekkel gyülekeztünk eléd, felséges Úr, mi kegyes Istenünk. Az elmúlt év kezdetén így könyörgött énekünk, ezesztendőt megáldjad, és most lelkünk mélyéről száll a hívő vallomás, mert nem hiába az engedezett ajkunkról az ének, áldást adtál atyai kezedből, elvehettük mindazt, amit előre elkészítettél lelkünknek, testünknek. Ime hálát adunk egész bensőnkkel ezért. Köszönjük a mindennapos kegyelmet, az élet kenyerét, lelkünk tápláltatását, pásztorló vigyázásodat, melyel szeretteinkkel együtt megtartottál bennünket. Betegségünket te hordoztad, gyógyulásunkat te adtad meg. Akiket pedig eleve elrendelő akaratot gyásszal próbált meg, várhatták és vehették a vígaszt. Mindezt vétkeink, alkalmatlanságaink és bűneink ellenére juttattad nekünk kegyelemből. Vajha úgy vennők hittel, hogy mindez együtt üdvösségünket munkálja. Segíts, hogy a most hallott íges hangzott légyen hiába, adj nekünk növekedést hitben, belső emberünk lelkő erősödésére, s megígért kegyelmed legyen rajtunk, velünk az elkövetkezendő esztendőbe is. Kedveseinkkel, egyházunkkal, nemzetünkkel, így légy áldott és végtelenül kegyelmes Isten minden nap, s majd az esztendő végeztével is, akik megérhetik, dicsérhessünk benne téged együttesen, mint akik tudják, hogy nem hiába járnak ezen a földön, hanem célért, a legszebb, a legszebb célért, a te dicsőséged szolgálatáért. Amen. Mondjuk el közösen az Úr imádságát fenn hangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás szent kötelességét megemlítem a testvéreknek, és kérem, hogy foglaljanak helyet. Hirdetésként mondom, hogy akarja és éljük, megérjük az új évet. Holnap délelőtt 10 órakor Isten tisztelet lesz, ahol dr. Adorján József esperes atyánk fia hirdeti az igét. Ugyancsak Isten tisztelet lesz 3-án, vasárnap délelőtt 10 órakor is. Ismertetem az 1992-es év egyházmozgalmi adatait. Megkereszteltetett 22 fiú, 29 leány, összesen 51 gyermek. Konfirmált 10 fiú, 4 leány, összesen 14-en. Meghalt és eltemettetett 40 férfi, 42 nő, összesen 82 testvérünk. Házasságot kötöttek. Tiszta református, tehát mindkét fél református volt 5 esetben, vegyes pár volt 8 esetben, összesen 13-an. Úr vacsorázott 428 férfi, 793 nő, összesen 1221 testvérünk. Isten tartsa meg
gyülekezetünket, és vezesse kegyelmesen az Úr 1993. esztendőjében is. Most pedig áldás előtt elénekeljük a 280. ének 6. versét, minthogy azért te teheted, így kezdődik ez, majd azt követően a himnuszt. Végezetre, Atyám, fiai, áldás, kegyelem és békesség, és az Isten szent lelke legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen.